Elismerték a szervezők, hogy az elítélt bicskei molesztáló dolgozott a gyerektáborban. Ahogy az átlátszó megírta, egy napközis gyerektáborban gyerekeknek tartott foglalkozást a bicskei pedofilügy másodrendű vádlottja Kunstár Béla. Kunstár korábban négy kiskorú fiú bántalmazásáért rendkívül enyhe felfüggesztett börtönbüntetést kapott, emellett eltiltották attól, hogy gyerekekkel dolgozzon. Ezért a gyerektábori munka akár letöltendő börtönt is vonhat maga után. Kunstáról korábban azt is kiderítettük, hogy kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett a Fejér megyei Fidesz közeli vállalkozói politikai közegben, többek között önkormányzati céget vezetett, ami később Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egy emberéhez került alcsúton. A most nyilvánosságot kapott napközis tábor részben szintén állami pénzből a miniszterelnökség támogatásából valósult meg. A cikk megjelenése után a tábort szervező Országos Német Kultúregyesület közleményt juttatott el az átlátszónak. Ebben elismerték, hogy valóban a pedofil bűncselekményért elítélt Kunstár Béla tartott foglalkozást a táborban. Azonban, mint írták, a tábor előkészítése idején és megvalósulása során nem volt tudomásunk arról, hogy az előadást tartó személyt a bíróság ítélete alapján véglegesen eltiltották a gyerekekkel kapcsolatos munkakörök gyakorlásától, vagyis amikor ilyen feladatot vállalt, azzal újra törvényt sértett. Sőt, egyáltalán nem volt tudomásunk arról, hogy bármilyen bűncselekmény elkövetése miatt vele szemben bírósági ítélet született. A történteket mi is a sajtóból ismertük meg. Cikkünk megjelenése óta tudomásunkra jutott, hogy kunstár nem egy, hanem két táborban is tartott foglalkozást a gyerekeknek, 2021-ben szintén az Országos Német Kultúra Egyesület táborában vendégeskedett. Az Egyesületet már cikkünk megjelenése előtt is kerestük. Ekkor nem reagáltak. Azonban az Egyesület honlapjáról eltűnt Kunstár egyik említése a gyerektábor kapcsán. A mostani közleményünkben felszólították az átlátszót, hogy azonnal töröljük a cikkből az Egyesülettel kapcsolatos összes képet és videót, különben polgári és büntetőjogi lépéseket tesznek az őket ért sérelmek orvoslása érdekében. Ezeket az anyagokat azonban nem távolítjuk el, mert minden kép és videó nyilvánosan megtalálható az interneten, így jogszerűen használtuk fel őket. Egy szintén jogszerűen felhasznált videólinkjét méltányosságból eltávolítottuk, miután egy másik személy jelezte, hogy abban felismerhető módon szerepel kiskorú hozzátartozója. Cikkünk megjelenése után Magyar Péter azt írta, Gulyás Gergely miniszternek azonnal le kell mondania. A miniszterelnökséget az átlátszó is megkereste, még a cikk megjelenése előtt, de nem reagáltak a kérdésünkre. Magyar Péter közleményére azonban kiadtak egy választ, ebben hárították a felelősséget, egyrészt azt írva, hogy kizárólag a szervezők felelőssége, hogy ezekbe a táborokba kiket hívnak meg. Másrészt közölték, hogy a tábor támogatásáról nem Gulyás Gergely minisztériuma, hanem az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság hozott döntést. Bár az említett államtitkárság szintén a Gulyás által vezetett miniszterelnökségen belül működik, felügyeletét Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes látja el. Semjén, aki a bicskei botrány kirobbanása előtt is feltűnt Kunstár Béla társaságában, egyelőre nem szólalt meg az ügyben.